A Tóterpád Nemzeti Társas két éve szervez Magyarság Ismereti Szabad Egyetemet is a Szegen. A március végi előadás témája ezúttal a magyar katona vittésségének tisztelete volt. Az eseményen Boros Bánk Levente politológus mondott bevezetőt, majd dr. Töllászló Alezredes, a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztályának vezetője tartott előadást. Az eseményen többek közt részt vettek a történelmi vitézirend Közép-Magyarország keleti törszékének tagjai is. Itt az előadás ugye az volt, meghirdetve, hogy a magyar vitészségnek az ezer éve, itt látható ez a könyv is. Most a magyar vitészség ezer éveinek az a két kötetes könyv egyébként, ami nagyon jó, tehát hogyha valakinek megvan, azt érdemes elolvasni, az egy töredék, az egy kivonat csak. Tehát a mi hat történelmünk az, az régebbi, mint maga az államiság. Tehát ezer évnél régebb nyúlik vissza, és a magyarságnak, vagy a magyar államnak történet az maga a hat történet. Ezt a hazát fegyverrel szereztük, és az érte küzdő férfiak csontjai borítják el a Magyarországot és Európának is a csatatereit amikor az ember külföldre utazik katonaként, akár baráti vagy nem igazán baráti országba érkezik, ha egy másik katona bajtársával, mert nekem minden katona igazából bajtársa, hiszen ne adj Isten egyszer meg kell halni, hogyha a kell tenni ezt a katonák, a magukénak érzik ezt az ügyet, és a sorsközösség ugye összeköt bennünket, a Mindenki fölteszi azt a kérdést, hogy kinek régebbi az alakulata, vagy a hazájának a hadtörténetben. Ez a mércéje mindennek. Ugye ez a hagyományhoz való ragaszkodás. A katonai vitészség nem csak a tettekből, hanem a múltból gyökerezik, de maga a múlt, mégis a dicsőséges múlt, ugye az pedig a katonák tetteiből. És ezt lehet akár mondjuk így, hogy králni is, alkotni, vagy pedig igaz tettekből összerakni. Most a magyar hadtörténet, ugye aznak minden, részlete, az minden részletét vérrel írták, azt nem kell kreálni. Arra joggal lehetünk büszkék. Ugye ez a mi megtartó erünk. Az alezredes hozzátette, ezzel szemben a mai Magyarországon nincs a katonaságnak kultusza, nem becsüljük meg a hősi halottjainkat. A háborúkban vagy a hat a legfontosabb a tett. És ezért fontos, amikor mi katonák összemérjük egymás történelmét vagy haditetteiket, ugye a, mi, a hat az mindig tettekből, mégpedig pedig tettekből tevődik össze az egy népnek az ereje az a háborúkban méretítik meg. Ugye azt kényszeríti a legnagyobb erőfeszítésekre egy nemzetet, és nyilvánvaló, hogy abban méretik meg az ereje is. És erre a, leg, a legbüszkébbek az emberek. Hogyha önök is arra gondolnak, hogy valakivel beszélgetnek, ez mondjuk ez főként a férfiakra jellemző, akkor egyáltalán ugye egy népnek a hat történelme kerül elsősorban. A, vité, a megvívott csaták. A Esetleges keserű bukások, és a még elkeseredettebb talprások kerülnek sorba. Mire vagyunk a legbüszkébbek ezen a Földön? Ugye Nándorfehérvár, ugye mit, mit nem szeretünk legjobban a történelmünkben, a Mohácsi csatát, vagy éppen a Muhi csatát. És mégis mire vagyunk büszkék? Ugye a bukott szabadságharcunkra, hogy azért is ott voltunk. Lehet, hogy elbukott, de azt csak úgy lehetett elnyomni egy hatalmas túlerővel. Ez ott van a lelkünkben. És milyen érdekes, ugye, hogy erről nagyon nem lehetett szó mondjuk a szocializmus évei alatt. Ezt el kell venni ahhoz, hogy egy nemzet tudatot megöljünk. Mert ez a hat történet, mivel a tettekből és a dicsőségekből fakad, a nemzet tudatnak a legalapja, a sarokkövét jelenti végül is. Ez jelenti a közösségünket. Mert a mi őseink harcoltak ott, és a kellett, haltak meg. Ha ezt elveszik, akkor nincs semmi. Gondoljanak arra, hogy azoknak a népeknek, akiknek rövidebb a történelme, azoknak kreálni kell ilyen történelmet akár hat történelmet is, mert abba kapaszkodnak bele. Tehát nagyon fontos a honvédség életébe. Ez jelenti a kohéziós erőnket. Ragaszkodunk az őseinkhez, az ő vitészségükhez, abba kapaszkodunk bele. És amikor odaállunk egy másik nemzet katonája mellé, akkor tudunk ugye mellé mércét tenni. Ez is nagyon fontos. Másrészt pedig a katona lelkeknek ez azért nagyon fontos, mert hogyha a katona beáll a honvédségbe, akkor ugye egy életpályát kínálnak neki, ami adott esetben akár az élete kockáztatása vagy avval elvesztésével is járhat. És a katonának azt kell érezni, hogy olyan folyamatban, egy olyan áradatba lép be a katonai ősei mellé, ami az örökké valósága legyen rangú. A hadsereg ősöket nyújt neki, valózi ősöket, ugye egy életformát, és hogyha netán meghal, akkor belép az ősök sorába. Tehát a katona az örökké valósággal kerül kapcsolatba, és ez nagyon lényeges. És ez, ez, tartja össze egy igazi hadsereget, így a magyar honvédséget is. Mert látja az őseit, és látja a jövőjét is. Akkor is, hogyha dicsőségben, akár soha meg nem sebesül, nyugdíjba vonul, viselti a kitüntetéseit, és így tovább, ha pedig meghal, akkor gondját viseljük a emlékének, hogyha pedig megsebesül, akkor szintén az életének. Dr. Töl László kiemelten fontosnak tartja az elhunyt honvédek sírjainak ápolását. A Honvédelmi Minisztérium elsődlegesen feladatának tartja azt, hogy a külhonban elhunyt katonák sírjait felkutassák, haláluk körülményét tisztázzák. 2012 óta törvény szabályozza a hadisírok gondozását. 1990 után, mióta újból elkezdtek az elődeink foglalkozni a hadisírgondozással, a magyar állam és a magyar tudat nehezen tudott ezzel mit kezdeni. Csapódott ide úr ez a szervezet, hol egy múzeum keretében, hol egy minisztérium keretében működött, hol nem is kapott semmilyen támogatást. Úgy tűnt nekünk, így visszatekintve az elődeink munkájára, hogy mindig egy adott vezetőnek az energiájától és az elhivatottságától függ, függ, függött ez a működés. És nyilvánvaló, hogy a miniszter úr azzal, hogy miniszteri szintre emelte a hadisírgondozást, ezt is próbálta kiküszölni tehát az államadminisztráció részévé tenni a magyar hadisírgondozást, ugyanúgy, ahogy ez nyugaton is, és főleg keleten is, ugye az oroszoknál is ez él. Hogy nagyon egyszerűen fogalmazzam meg, ugye egy államnak kutya kötelessége gondoskodni az érte meghaltakról. És ennyi, ennyire egyszerű a megfogalmazás, hogyha administratív akarom, akkor gyönyörű jogszabályokba írom át ezt a, ezt a mondatot. A mi nagyon egyszerűen megfogalmazható, a Magyarország területén és külföldön található magyar hadisíroknak a gondozása ami nagyon fontos volt az életünkben, ugye, hogy gyakorlatilag egy önmaghatározás a mi tevékenységünkre. És ennek az egyik eszköze, vagy, hogy legyen egy saját egységes hadisírjelünk. Minden, minden olyan építményre, emlékműre, hadisírra ez a jel kerül föl, ez le, törvény, törvény által van az a jel, amit mi emeltünk bárhol a világon. Ez egy teljesen egységes, és félrejétség nem egy öncélú fantázia terméke volt ez, ez már a 30-as években így létezett. Egy picit átalakítottuk a modernkor követelményeitnek, hogy számítógépen is, meg máshol is használható legyen, de visszaadtuk ezt is a, végül is a, a hősi halottainknak ezt a jelet ahol tudjuk a nevét, ott a neve kerül fel természetesen a, a, az emlékműre, vagy pedig a sírjára, ahol pedig nem, tehát ismeretlen katonára ahol van szó, akkor az a felirat, hogy névtelen hűs, Isten előtt nem ismeretlen, ez is egy, egy hagyományos megfogalmazása az ismeretlen katona dicsőségének. Amit nagyon fontos, és ezzel zárnám a, az előadást, hogy ugye nekünk is haladni kell a korra. A hadisírgondozás az nem csak azt jelenti, hogy kimegyünk, felmérjük a sírt, és megfogadunk egy embert, aki rendbe teszi. Hanem az, hogy ez eljusson önökhöz is, és kereshessék a halottaikat, vagy pedig pont a rokonaikat, ugye, akik eltűntek hadifoglyok tábornoknak a mélyén. És ezért hoztuk létre a hadisír.hu internetes honlapot, egy bázist, ami kutatást is lehetővé tesz az adatbázisunkban, ugyanakkor bármikor kapcsolatba tudnak ott velünk rajta kerülni, és megtekintetik a legfontosabb eseményt. Tehát minden szempontból igyekszünk a kornak megfelelni. Dr. Tőlászló László előadását a későbbiekben teljes terjedelmében láthatják a Régió Plusz televízió műsorán. A Tótárpád Nemzeti Társaskör következő előadása április 19-én lesz. Akkor Szakács Gábor rovásírás kutató tart vetített képes előadást a Magyar Rovásírás Forrai Sándor nyomában címmel.